A közösségi média figyelésére alkalmas technikai eszközt vásárol a magyar kormány Izraelből, írja Kibik, az Avnon Group nevű cég szoftverével. A kormány nyomon követheti és elemezheti a közhangulatot a közösségi médiás tevékenységek alapján. Az izraeli cégnél nem tudják, hogy a magyar kormány pontosan milyen célból vásárolja meg a terméket, de a tranzakciót az izraeli védelmi minisztériumnak is jóvá kell hagynia, írja Telex. Az Avnon különféle fegyvereket, többek között kiberfegyvereket fejleszt, gyárt és ad el. A cég szerint az ukrajnai háború kitörése óta megnőtt a cég európai forgalma Lengyelországból, Csehországból és Litvániából is rendelnek tőlük fegyvereket. Ha egy üzlet beindul, hát igen, van-e és... hűségkártyájuk vajon? Hogyha harmadszorra is vásárolok arra felé, akkor már 20% kedvezményt kapjak a következő kém szoftver árából. Ez a megfigyelés ezzel a teleképpel, ez egyre nyomasztóbb jövőt fest. Az, ahogyan Kína bánik az állampolgáraival, ezek a kém szoftverek, amelyeket az államok megvesznek, sőt, büszkén megvesznek. Hát ennek már eleve, hogy vesznek egy ilyen kém szoftvert, ennek már eleve államtitoknak kéne lennie. Nem. Elméletileg ugye ami ellen küzdelemben használják föl, azt teljesen a jó cél szolgálva, tehát terrorizmus, szervezett bűnözés és a többi, tehát bírói, ügyészi elrendelés és a többi. Tehát ez egy ilyen kell, pont úgy kell, mint ahogy kell a rendőrnek gáspri meg fegyver. Elméletileg ezzel nem kell dicsekedni, de nem is kell letagadni. Ez egy teljesen más kérdés, mert az egy célzottan bizonyos embereket megfigyelni hivatott eszköz, viszont itt nem erről van szó. Ez egy sokkal érdekesebb kérdéskör, amikor egy ország hangulatát, egy ország különböző lépésekre reakcióját méri fel egy szoftver, legalábbis ezt ígéri, a közösségi médiában végrehajtott cselekedetei, egyének cselekedetei alapján. Ez már nehezebben magyarázható a terrorizmus elleni küzdelemmel, azzal egyáltalán nem azt gondolom, szervezett bűnözés szintén ki. Ez egyértelműen, ez úgy lehet talán finoman mégis elfogadhatóvá tenni, ha azt mondjuk, hogy a nemzeti konzultáció egy következő szintre lépett. Mi már arra is kíváncsiak vagyunk, amit meg se kérdeztünk. Aha, csak a prekopokat kérdezzük meg róla, hogy lesz-e valami bűnelkövetés a jövő héten részletekről. De ez gyengíti a társadalom erejét a hatalommal szemben. Abszolút. Tehát azért én érzek egy ilyen demokrácia gyengülést ebben. A másik fontos dolog, vagy distinkció, hogy vajon egy társadalmi folyamatot tud ez modellezni az egyének megfigyelésével, vagy az egyénről is következik. Von le. Tehát olyan big data van mögötte, amiben mindenkinek van egy profilja. Ha ez nem hozzáférhető, mert megsemmisül, ezt az embert hozzáadjuk, amit tudom én, 140 darab archetípus, és onnantól csak súlyozzuk és töröljük, és nem figyeltük meg, akkor tulajdonképpen miért ne, akkor más kérdésem van, hogy ugye kinek adja ezt az előnyt, ezt a hatalmat, a megfigyelés. De onnantól, hogy én hozzáférhetek akárkinek a profiljához, és csak egyedül róla is levonhatok következtetéseket, előrejelzéseket, onnantól kezdve ez valami rettenetes dolog a szabadságunk ellen. Egy olyan országtól vásárolja Magyarország ezt a kém szoftvert, mi ez? Hát inkább megfigyelésre alkalmas. Megfigyelő szoftvert, amelyik monitorozás. Napi szinten küzd a terrorizmussal, és terroristák elhárításán dolgozik éjjel-nappal. Míg Magyarország hát nem kifejezetten célpontja a terrorizmusnak. Ebben az esetben, amikor Magyarország megvásárolja ezt a szoftvert, amire annyira nem tűnik úgy, hogy annyira rászorulna, már csak kellően tágan kell értelmezni a nemzetbiztonság fogalmát. Ha elég tágan értelmezzük a nemzetbiztonság fogalmát, akkor az is a nemzetbiztonsághoz tartozik, hogy mi a közhangulat éppen Magyarországon. Voltak ilyen idők állítólag. Igen. Lehetséges, hogy a tüntetések, demonstrációk elégedetlenség elhárítása is a nemzetbiztonságra tartozik. Az is nemzetbiztonságnak az egyik eleme, nem? Talán így értelmezik. Miközben a
az egyén megfigyelése valamilyen cél érdekében ugye lehet indokolt, és a kampányok érdekében történő adatgyűjtés is még talán magyarázható, és magyarázták is, ugye a Cambridge Analytica sztori mutatta, hogy azért ezt eléggé amorálisan is lehet csinálni. Itt már arról van szó, hogy meg akarjuk jósolni, hogy mi történik, de itt már nem az van, hogy amit a te viselkedésed alapján tudunk rólad, az alapján megpróbáljuk kiszolgálni, akár politikai üzenetekkel az elvárásaidat, hanem megpróbáljuk megbecsülni a közeljövőt legalább a te, illetve a kis állampolgár lakos társaid viselkedése alapján. Ez egy következő szint, ez már nem a megfigyelés szintje, azért is monitorozásként hivatkoznak rá, ugyanis tényleg nem az az érdekes, hogy éppen most mit csinálsz, hanem a következtetés, hogy mit fog esetleg, mit fog reagálni a tömeg, nem az egyén. Uh-huh. És osztja a kérdésedre a válasz, hogy azt, hogy a végén mondjunk egy átlagot egy vérvétel esetén, hogy hány százalékban van hepatitis Magyarországon, és csak az átlagot mondjuk be, tök szép, akkor így senkit nem bántottunk meg, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk, sajnos egyesével mindenkitől le kell venni a vért, meg kell vizsgálni, és azt valaki fölírja valahova, és hogyha valaki nagyon, nagyon szeretné, és van lehetősége, akár visszakeresheti. És itt van az, hogy elméletileg ennek úgy kellene működnie, és ugye nem látunk bele, nem, nagyon kevés információ van, hogy igen, egy tömegek végzett monitorozás eredménye, egy ilyen helikopter view, egy ilyen a vezetőség elé letett nagy kép, hogy most ilyen a hangulat, de azért amiből összeáll. Hát, most egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy nem kezdje el esetleg valaki azt pedzegetni, hogy kik itt az igazi hangadók, akiknek, és azoknak az 5000, korábban 5000, most ki tudja hány metrikája, amit a Facebook alapján, vagy a Facebook a viselkedés alapján kiállított egy-egy userről, hogy azokból mennyi az, ami a rögzítésre kerül egy-egy ilyen elemzés során, illetve visszakereshető-e? Azért láttunk olyat, hogy közösségi média oldalakon szerveződtek meg ilyen terrorista sejtek, bizonyos ellenállások. Azt tegyünk különbséget, ugye, hogy vajon magyarok vagy külföldiek viselkedését figyeli meg. Mert tudod, az a magyar, aki Magyarországon terrorista, most én nagyon hülyeséget fogok mondani, csak gondoljatok bele, hát ha mégis így van, az lehet, hogy forradalmár. Tehát, hogy az az erőszak, amit, ha nem is biztos, hogy erőszak, tehát az a rombolás, amit elkövet, az vajon valamilyen elképzelt közjó érdekében történik-e, vagy csak gyűlöletből, az nagyon nem mindegy. Tehát ilyen szempontból terroristának minősíthetjük az 1848-as felkelőket. Nyilvánvaló, hogy Bécs annak is tekintette őket. Ben Gurion körözött terrorista volt a brit mandátum idején, aztán pedig miniszterelnök. Hát igen, jó, csak még egy példa. Igen, és tudod, hogyha a Dávid Király Hotelnek a felrobbantását vesszük alapul, ahol a brit katonatiszteknek a családjai voltak elszállásolva, mintegy ezzel is nyomás gyakorolva a brit katonatisztekre, hogy el lehet hagyni Izraelt, mert ez most már a zsidók földje, és nem a gyarmatosítóké. Hát nehéz nem terrorcselekménynek látni ezt. Persze, ahogy mondani szokás, mindig a győztesek írják a történelmet, a britek kivonultak, és ez szabadságharccá minősült át, így utólag. De hát azért azt gondolom, hogy ártatlanokra vadászni, még a még oly jó cél érdekében is, nyilván az ő nézőpontjukból ez egy elég jó cél, a palesztinok nézőpontjából bizonyára kevésbé, hát terror gyanús ügy. Egyébként van egy olyan fogalom, hogy szentiment analízis, és szerintem ez nagyjából abba a kategóriába kerülve, vagy azzal címkézve kerül ki a polcokra egy ilyen szoftver. Ez arról szól, hogy ezt megrendelték cégek, hogy egy adott témakörben mi a átlagos online vélemény, vagy online hangulat. De ezt olyanra szokták ilyen termékekre, vagy szolgáltatásokra, hogy az enyém, illetve a konkurencia viszonya milyen a megítélésünk gyakorlatilag. És ez egy nem olcsó szolgáltatás, amit egyébként tanácsadó cégek szoktak, ilyen szoftverekkel egyébként, kommentek tízezreit elemeztetik ilyen szoftverekkel, ebben kijön egy szépen, és én azt tippelem, hogy ezt a módszertant ültették át, és még az is lehet, hogy így van, mondom, címkézve, csak hát sokkal veszélyesebb dologra lehet használni.
Következő kérdésem, ami fölugrik bennem ennek a hallatán, hogy kiszűrje a fake news propaganda oldalakat. Tehát például az kifejezetten egy közösségi média, hogy mondjuk különböző blogfelületek foglalnak egy doménnevet, úgy néznek ki, mint egy sajtóorgánum, ahol dolgozik 20-30 különböző vélemény, nagyjából különböző véleményű, különböző életű ember, és ők üzemeltetnek egy újságot. Ezzel szemben naponta több megjelenés van rajta ugyanabba az irányba, majd ugyanolyan háttér megrendelővel, legyen az belföldi, külföldi, keleti vagy nyugati, most nem szeretnék oldalt választani. Ha erre a célra importálnak egy ilyet, akkor legyen úgy. Igen, a helyzet az, hogy ilyenek már vannak. Vannak különböző automata, meg ilyen manuálisan elérhető, illetve manuálisan beküldt és alapján működő fact-checker oldalak. Volt is egy talán fél éve egy ilyen kezdeményezésben nekem is részem, hogy egy browser plugin-t fejleszteni, ami ezeknek a fact-checker oldalaknak a adatbázisát felhasználva azonnal jelzi, hogyha scoringol, vagy gyanúsan ilyen oldal. Tehát ilyenre már vannak kezdeményezések, és nem is ugyanaz a módszertana. Úgyhogy sajnos nehéz elképzelni, hogy ilyesmire használják. De ez objektíven meghatározható, hogy mikor fake news oldal egy felület? Hát nem arról van szó, hogy mindkét kurzus a neki nem tetsző véleményt azonnal fake newsnak bélyegzi? És hogy potenciálisan... Ettől lett az egész elértéktelenedett maga a fake news kifejezés. Igen, potenciálisan minden felület fake news oldal valamilyen vélemény szerint, valamelyik kurzus álláspontja szerint. Csak tudod, ezzel a fake news fogalmat támadták meg, hogy valóban álhírek jönnek létre, nem pedig már azt nevezik hírek fake newsnak, amely híreket egy bizonyos szájis szerint előnyben részesít, ez nem fake news, az news, csak nem kiegyensúlyozott. De igen, vagy de tudod, a nem kiegyensúlyozottságnak mely pontján minősül fake news-zá? És mely pontjáig egyszerűen csak news, de nem kiegyensúlyozott. Ja. Hát a helyzet az, hogy potenciálisan megkérdezed a jobboldali, nem tudom én, akárkit, hogy mi a 444, meg mi a telex, és azt fogja mondani, hogy fake news. És megkérdezed a baloldalon, vagy a liberálisok körében akárkit, hogy mi a demokrata, vagy mi a magyar nemzet, és ugyanazt fogja mondani, hogy fake news. Most akkor ez alapján mi a definíciója annak, hogy fake news? A dolog egyre kevésbé jelent bármit. Igen, és egyébként ahogy haladunk előre, a technológia gyakorlatilag egyre több ilyen sok problémát meg fog oldani, de egyre többet be is hoz, és van egy elég érdekes könyv a témában, ami a politika jövőben címmel boncolgatja azt a kérdéskört, hogy milyen pluszt és mínuszt hozhat nekünk a technológiai fejlődés. Nagyon érdekes gondolatkísérletek vannak benne, például mint wikidemokrácia, adatdemokrácia, mesterséges intelligencián alapuló demokrácia, ami megkönnyítheti az embereknek a gyakorlatilag a szavazattal élés jogát, miközben tehát úgy vehetnek részt tömegek a demokráciában, hogy nem kell feltétlenül választott képviselőket megbízniuk azzal, hogy képviseljék az ő érdekeiket, mert azért szemlátomást ezzel elég csúnyán vissza lehet érni. Tehát van egy ilyen pozitív várakozás ezzel kapcsolatban, de hát ott van a negatív, amit látunk, amit nem is annyira a jövő, hogy egy érzékelés kontrollal, ugye a buborékok építgetésével, illetve a különböző jogok gyakorlását technológiával korlátozva, egy social credit rendszer kiépítésével egy újfajta digitális diktatúrát hozzunk létre, amit Kína nagyon szépen építget, és ez csak fentebb léphet, holott arra abba az irányba is mehetne a dolog, hogy például a törvények bizonyos szintű, meg szabályok bizonyos szintű betartatása lenne automatizálva. Például mondjuk azt, hogy túlléped egy adott sebességhatárt, és akkor a te digitális tárcád másodpercenként csökken valahány ezer forinttal, mert ilyen, ez a törvény. Másodperc alapú gyorsítás. Pontosan. Igen, ha meddig éri meg neked. Sőt, ezt lehet még súlyozni is, hogy lehet tudni, hogy neked mennyi a havi szintű jövedelmed, és akkor annak arányában csökken, és azért akkor lehet, hogy hamarabb leszoksz a gyorshajtásról, meg sok egyéb példát lehet még hozni. És bevonni például egy nem igazán, tehát még nem azt a öntudatra ébredt, de már mesterséges intelligenciát, amely helyettünk okosabb döntéseket hoz, az
most így fikció, de valójában egy hongkongi cég például már pénzügyi elemzések, illetve pénzügyi, tehát nagyobb részvényvásárlási döntéseknél az igazgató tanácsába bevett egy ilyen algoritmust. Tehát nem vagyunk annyira távol attól, hogy az gazdasági életben, illetve a profitorientált világban alkalmazzák, és hogyha ott beválik, miért ne lehetne az, hogy bizonyos kérdésekben rábízzuk a magunkat. A wikidemokrácia az csak elméletben tudna működni, ott ugye arról lenne szó, hogy mindenki hozzá tud szólni mindenhez, aminek ugye nagyon sok értelme nem lenne, ha belegondolunk, mert egy törvény akkor tud működni, hogyha minden lehetséges aspektusból lefedi az adott témakört, tehát érthetetlen és hosszú. Ezért nem lehet nagyon mindenkit rávenni arra, hogy egyesével per mindig nyom meg az okos eszközön, hogy te ezzel egyetértesz. Viszont azáltal, hogy rábízod mondjuk egy mesterséges intelligenciára, aki kezeli a te szavazói avatárodat, tudja, hogy milyen a preferenciáid, nem csak, hogy igent és nemet tud helyetted mondani, akár másodpercenként, hanem még azt is tudja mondani, hogy igen, ha. Ez a képviselő gyakorlatilag. Így van, őket lehetne lecserélni. És úgy, hogy egy olyan algoritmusokra, legalábbis a ezt boncolgató jövőkutatók szerint, ami a téged is, és a társadalom többi tagját is figyelembe véve az optimumra törekszik, a neked optimumra. Ez a megfigyelés, ez a monitorozás, ez tette leválthatatlanná az elitet. Ez, hogy folyamatosan szűrik a közvéleményt. Sőt, ez buktatta meg a képviseleti demokráciát. Sőt, ez buktatta meg az autonóm művészeknek az önkifejezését. Itt már senki sem a önmagára meg a saját inspirációira figyel, mindenki szűri az igényeket, a szükségleteket, mire vágyik a közönség, mi gerjed éppen a közösségi térben, és azt kiszolgálni. A képviseleti demokrácia arról szólt, hogy különböző identitású, különböző meggyőződésű politikusok versengenek a maguk ajánlataival a választóknak a bizalmáért. És a választók azt mondják, hogy engem ő győzött meg, vagy amaz győzött meg. És akkor ilyen módon a társadalom igényeire, szükségleteire adott válaszok evolúciója kitermeli a jobb és jobb képviseletet. Ez volt az elmélete a képviseleti demokráciának. És akkor ennek a helyére lépett ez a folyamatos megfigyelés, a folyamatos grafikonfigyelés, és a grafikonok pillanatnyállásának az elvtelen kiszolgálása. És ugye a helyzet az, hogy ilyen módon nem lehet leváltani a hazug, képmutató, szemforgató, jánuszarcú politikusokat, mert ők folyamatosan vizsgálják azt, hogy te kit akarsz megbízni, kit akarsz a bizalmaddal kitüntetni, és ők azzá válnak, azzá hazudják önmagukat. Ugyanez történt a kultúrában is. Ugyanez történt. A producerek folyamatosan figyelik, folyamatosan monitorozzák a közönség igényeket, és hogyha egy művésznek, egy előadónak van egy autonóm inspirációja, egy művészi inspirációja, azzal legfeljebb egy szűk buborékot tud megszólítani, hogyha a big data-t nem használja fel arra, hogy önmagát a közönség igényeknek megfelelően formatálja át, akkor esélye sincs arra, hogy egy olyan átfogó művészi kultuszt tudjon építeni maga köré, mint a 20. században. Amit egyébként még elhozhat egy ilyen kedves és okos mesterséges intelligencia azzal, hogy átveszi a képviselők helyét, illetve akár a parlamentáris demokráciát úgy olyan lecseréli, a hosszú távú gondolkodást, ami egyébként érdekes módon például Finnországban működik, és nagyon szépen dekódolható, algoritmizálható, de a szemlátomás látszik, hogy a demokrácia bizonyos megvalósításaiban, például itt a környékünkön, ez erre nem terjed ki. Nem is racionális, hogy gondolj 50 meg 300 évvel későbbre, csak tudod, az neki nem dolga.
hogy nyilván ő racionálisan érzi, hogy ez a helyes, csak akkor nem lesz megválasztva. Csak, tudod, tehát továbbra is világos. Az emberek érzelme dönt arról, hogy a 100% racionális robot az képviselje viszont, őket, vagy sem. Ez így van, viszont van a kettő közt a hosszú távú cél érdekében esetleg éppen kellemetlenség okozás, nagyon, nagyon kellemetlen aktuális lét, és a teljes tücsök életmód a pénzégetés közt. A rossz helyre van tolva ez a potméter, igen. Akkor nagyon hamar kijön, mint egy 3 perc alatt, hogy a legideálisabb jövő érdekében az emberiséget ki kell ítani. Ez így van. Ezért mondom, hogy van ennek egy aranymetszése, amit mondom, egy-két skandináv ország így magától beállt rá valahogy érdekes módon, de hogy mondom, kifejezetten én a finneknél látom, amit tudok Finnországról, hogy nagyon jól csinálják ezt már sok évtized. Az, hogy úgy gondolkodnak, hogy, illetve úgy osztják el a közös pénzt, hogy tényleg felelősséggel, tehát érzik a közös pénz elosztásának a súlyát, hogy ez közös, tehát gyakorlatilag alig van korrupció, például nagyon sokat fektettek olyan előremutató technológiákba, amik miatt valószínűleg ők a környéken a legkevesebbet fognak szívni az energiárak miatt, és a többi. Tehát ez a fajta felelős, hogy hívják ezt, milyen gazda, ez a gondos gazda szemlélet. Uh-huh. Ez az, ami hiányzik a 4 évente cserélődő környéken, uh-huh. És nem a 4 éve van a baj, de értitek, nem, itt a baj azzal van, hogy a saját pártjukat vezetik, és nem az országot. Ha az országot vezetnék, 20-30 éves távlatokban gondolkodnának és cselekednének, és nem 4 éves ciklusokban gondolkodnának. A párt érdek diktálja a 4 éves ciklusokban való gondolkodást. Nem akarjuk a másik párt gesztenyéjét kikaparni, akkor inkább, tudod, inkább bukjon az ország azon az áron, hogy az ellenzék megbukik, vagy inkább a ország bukását, mint árat befizetjük annak érdekében, hogy az ellenzék megbukjon, inkább egy romhalmaszt nyerjünk el, mint hogy egy virágzó országot bukjunk. Azért, mert a 4 éves ciklusokban a pártokkal együtt az ügyeket is leváltják. Az ügyek pedig nem emberek, tudod, élhetnének ciklusokon keresztül, és oda is tudnánk erre figyelni. Ha tudunk gépkocsit rendelni úgy, hogy nem az van, hogy van bérszínű Warburg, zöld Warburg, meg sárga Warburg, meg piros Warburg, és ebből lehet választani, hanem megmondhatod, hogy a te autódban a ilyen húzat, olyan napfénytető, ekkora motor, ilyen rádió, CD és MP3 és akármi, így gyakorlatilag egy autógyár 17.500 féle kocsit árul, hiszen mindenkinek személyre szabja. Ezt a segnyalást, amit kapunk az autóipartól, ezt kapnánk meg akkor, amikor igen, képviselnek, hogyha a számítógépre bízzuk. Nem a döntést, hanem azt, hogy kezelje az egyedi igényeket, így és így jusson mindenkinek. Együtt sírjunk, együtt nevessünk. Ne az legyen, hogy 70% nagyon jól járt, 30% meg sehogy. Egyébként meg 50 évre előre tervezni egy autoriter gép tudna, tehát akinek a hatalma van, is 50 évig tart, és akkor hát az elég leválthatatlan. Ez a csúszka, azt nagyon szépen kell belülni. Csak egy érdekesség még így a végére, hogy az, hogy most ilyesmivel foglalkoznak jövőkutatók, szociológusok, azt hiszem teljesen érthető, de a 80-as években született egy magyar szerzőtől, Dévényi Tibor, aki nem azonos az ismert TV bácsival, egy Pannonia űrbázis című alkotás, ez egy csodálatos könyv, ami arról szól, hogy a jövőben minden országot egy űrállomás irányít fentről, mindenre ugye rálát, mindent, tehát gyakorlatilag ezt a koncepciót írta ő már le akkor, és Magyarország olyan, amilyen szocializmus van a jövőben is, hát így minden csöpög, zörög, rozsdás, és egyik reggel elkezd minden megjavulni, és később a regény során kiderül, bocsánat, spoiler, hogy a japán korai hajnal és a Pannonia űrbázis sajnos pályát cseréltek. és így elképesztő ütemben rendbe jönnek a dolgok. Hát csodálatos, tudom ajánlani mindenkinek. Borzasztó lehet értelmiségiként Dévényi Tibor névre hallgatni.